Sziasztok! Mai vendégeim Krizsán Eszter és Krizsán Vera lesz. Testvérek, mászók, évtizedes tapasztalatokkal, de nem is feltétlen a mászásról fogunk igazából ma itt beszélgetni, hanem mindketten nem is volt olyan rég, hogy áldásos állapotba kerültek, és gyermeküket világra hozták. Ennek kapcsán számos kérdés merül fel bennem, avagy szerintem merülhet fel a mászó társadalomban, illetve nem mászókban egyaránt, és én azt érzem, ez a téma ez kicsit ilyen ködösítve van, de hát nem is spoilereznék többet előre, hát beszélgessünk erről a lányokkal. Nyugi van. A szponzor. Hey-ho, hey-ho. Hello, hello. Na, sziasztok. Na, ez egy nagyon szép szombati napsütéses nap. Én meg rávettelek titeket, hogy az időtöket itt velem csesszétek el. De a témánk az szerintem nagyon-nagyon fontos, és egy olyan téma, amivel igazából az emberek vagy nem nagyon beszélnek, vagy kicsit a szőnyeg alá van söpörve. Amikor a mászós médiában én mostanában találkoztam, vagy szembesültem azzal, hogy hirtelen nagyon sok mászónőnk lett édesanya. Shona Coxie, Emily Harrington, így lehetne sorolni igazából a neveket, és ők számos ilyen negatív visszajelzést, meg feedbacket kaptak a mászóktól, ami számomra egy nagyon furcsa volt. És kicsit úgy gondoltam, hogy erről a témáról így érdemes lenne beszélgetnünk. Mit is gondolunk mi erről, mit is gondolnak mások erről, és talán ezzel a beszélgetéssel kicsit talán tudjuk edukálni magunkat is, meg az embereket így körülöttünk. De igazából így bemutatnálak titeket, tehát jobb oldalon Krizsán Eszter, és bal oldalon Krizsán Vera, aki a képernyőn látható. Ez egy mászó familiának az első generációs sarjai. Krizsán György neve talán nem zeng idegenül a hazai mászók előtt. Az első kérdésem ide is lenne, hogy egyébként mikor kezdtetek el mászni, meg hogyan? Egyszerre, külön-külön, hogy jött ez nektek? Kezdjem? Mm-hmm, jó, oké. Okay. Hát 2008-ban kezdtem én, Eszter meg rá egy évre. Elmentünk nyaralni Omicsba. Volt egy időszak, amikor szinte minden nyáron Omicsba jártunk. És valahogy így apunak nem volt partnere, aki biztosítsa, és akkor rávett minket, hogy menjünk vele. De hogy ő ezt előtte egyáltalán nem erőltette, néha, amikor gyerekek voltunk, így elkísértük, de így ennyi, és ott valamiért így megtetszett, aztán elkezdtem járni én a buzi klubba, és az Eszter is valahogy csatlakozott rá egy évre. Itt esetleg, aki nem ismerni, annak gyorsan beszélünk, tehát ez a buzi klub, ez a becézés a Bulldog, a Montex háznak. Egyébként ez én is máig ez jön a nyelvemre, de tudom, hogy az új generációs mászók közül már nem nagyon ismerik az emberek, ezt a megfogalmazást, pedig mi annó nagyon szerettük ezt a helyet a szembe lévő Katica vendéglátó egységgel. Zárójelbe zárva. Eszter? Semmi, csak én nem tudom, talán még annyit tennék hozzá, hogy apa ugye egészen pici korunktól vitt minket mászni, tehát hogy vannak ilyen képek, hogy nem tudom, már valamelyikünk fekszik a Mózes kosárba Kecskehegyen mellette, tehát hogy így nagyon pici korunktól kezdve vitt minket sziklára, de valahogy így egyáltalán nem csípődött be nálunk azt, hogy elkezdjünk mászni, és szerintem ez nagy részt annak köszönhető, hogy apa soha nem presszionált minket, hogy kövessük az ő útját, vagy hogy másszunk mi is, tehát hogy így egyáltalán nem volt presszúra, és ez szerintem tök jó. Legalábbis én azt gondolom, hogy ezt fogom tovább örökíteni majd az Abigére, hogy nem a mászást kell feltétlenül követnie. Nálunk a teleszól lesz, hogy... Ja. Szóval én ezért tök ráállás vagyok apának, és most már tök jó, hogy tudunk együtt menni mászótrippekre. Ja. Tud vigyázni a lányokra. Vá, aktív babysitting. Ja.
Igen, ez egyébként szerintem ez nagyon-nagyon szép, hogy lényegében már mindketten ilyen felnőttebb fejjel találtátok meg magatoknak ezt a szerelmet, mármint a sportot. Tehát nem egy szülő által gyerekre erőszakolt valami volt, amiben most keresi esetleg a saját identitását, hanem ti ezt igazából így magatoknak választottátok. De figyelj, 2008 meg 9 ez azért nagyon régen volt, hogy akkoriban mennyire volt nehéz beilleszkedni a budapesti mászó életbe. Ez azért zömmel szerintem elősen egy ilyen tesztoszterontól túlfűtött, félmeszkos férfiaknak az ilyen izomszagú tevékenysége volt. Sziklán is nagyon nehéz volt elkezdeni, szerintem a sportmászás nem voltak rengeteg, a hazai helyeken nem voltak elsőnittek. És hogy jött ez nektek? Tehát akkor omis, onnantól szerelem, és akkor apával néha-néha sziklára kimenés? Igen, szerintem valahogy így volt, de mondjuk nem tudom, most nehéz beilleszkedni így a mászótársadalomba, vagy hogy érted azt, hogy mennyire szerintem lehet... a sziklára kimenni, az mai napig nehéz. Én azt érzem, hogy a mászást már elkezdeni az relatíve könnyű, tehát tényleg besétálsz a Mamutba, és mondjuk most nem a reklám helye, de hogy egy üvegfalon keresztül láthatod, hogy mi az a mászósport, még akkor is, hogyha nem jönnek a hirdetések az interneten. Igazából, jó, ez mondjuk csak főváros, tehát... nem fővárosi területeken, ez lehet, hogy nem így néz ki, de szerintem a mászóteremből kiszabadulni a sziklára, az szerintem egyen nehezebb dió. Már hogy milyen képesítés kell, milyen biztosítás, technika, egyáltalán kik lesznek a brancsod, akik elmondják az alaptechnikákat, hogy na mire figyeljél te igazából oda, hogy... Igen, mondjuk szerintem ez azért is van, mert a termimászás, meg a sziklamászás, az már totál elkülönül egymástól, tehát olyan, mint két különböző sportág. Igen. És akkor, amikor mi kezdtünk el mászni, akkor ez abszolút, tehát hogy nem volt kérdés, hogy nem tudom, terembe mászunk hétköznap, és hétvégén megyünk sziklára. Persze, hogy sziklára edzünk teremben. Teremmel, igen. Meg arról nem beszélve, hogy kevésbé volt populáris, tehát sokkal inkább megvolt ez a fix mag, akikkel minden nap találkoztál, vagy hát nem minden nap, de hogy minden edzésen ugyanúgy együtt mentünk ki, tehát hogy ott nem volt kérdés, hogy legyen valaki, aki segít neked esetleg, hogyha nem vagy tájékozott. Elakadsz. Hát meg is, pont azt beszéltük a Verával, hogy annyira nagyon-nagyon bensőséges volt régen a mászótársadalom. Meg volt ez a fix 20-30 ember, akivel minden héten találkoztál, aki mindig ott volt, akivel összegyűltél egy kupacba, együtt találtatok ki kunsztokat, akkor még nem voltak színbúderek, hanem összeverődtek az emberek, és így együtt találtak ki bétákat, együtt, és ja, és akkor ráadásul nem is volt ilyen new school búder, hogy minden búder ugrásos, vagy minden búder tóhukos beszálló, hanem így, fiúk, lányok együtt kunsztoltak, és tökre összehozta az embereket, és most már annyira felhigult így a társaság, meg annyira nagyon-nagyon a másznak, hogy... Abszolút, én is erre emlékszem, tehát pont az emlegetett buziklubba lementél, és ismerted a 90%-át az embereknek, nem? Tehát, hogy vagy de 80-at legalább, tehát és most meg mondjuk lemész bármelyik, nem kell nevet mondani, magyar mászóterembe, és lehet, hogy ismered az 5%-át, vagy csak 3-at, vagy tehát, hogy ez nagyon-nagyon durván elenyésző igazából. Ja. Tök más volt is szerintem. Mit akartam mondani? Szóval szerintem ezért is volt annyira, nem tudom, magával ragadó akkor, vagy így, nem tudom, szerintem... Persze, még talán így, igen, abszolút. Na, köszönöm. Igen. Családias is volt is egy romantikája, ezt én is abszolút érzem, hogy volt egy nagyon nagy vonzereje ennek, hogy ez egy ilyen szűkörű tevékenység volt igazából. Ezt a következő kérdés, amit igazából neked címezném, hogy az, hogy ugye te vagy a fiatalabb korodból adódóan, hogy a Vera, mint nő... Végre valaki azt hiszi, hogy én vagyok az idős. Mint a nővéred, volt ebben egy motiváció, hogy a nővér, mint példakép, és hogy őt szeretnéd követni, vagy ez inkább egy abszolút te rólad szólt, így a teljes mászás kapcsolata? Nem, őt soha nem akarom követni! Bocs, trollkodás közben megismételni a kérdést. Tehát, hogy igazából volt-e bármi olyasmi, hogy egy példa, hogy a nővérem csinálja ezt a tevékenységet, és hogy emiatt ezt így én is szeretném, vagy igazából ebben te abszolút megtaláltad saját magadat, és az csak egy mellékes dolog volt, hogy ő is éppen mászik?
Hát igazából szerintem ilyen... Is-is. ilyen ne, és is egyébként, de hogy, hogy nekem mindig inspiráló volt az, hogy hogy a Vera mászik. Ő mindig is erősebb volt nálam, úgyhogy abszolút... Ó, könnyek szerintem. Nem vicces. Szóval igen, abszolút motiváló volt az, ahogy a Vera mászik. Meg emlékszem, hogy amikor ő nagyon-nagyon régen még együtt volt a Jenes Balázsral, akkor rengeteget járt sziklára, iszonyatosan felerősödött, és az szerintem tökre ösztönzőleg hatott rám, hogy így. Talán akkor kezdtem én is el jobban sziklára mászni, amikor így láttam, hogy a Verának milyen sikerei vannak, meg hogy nagyon számít az, hogy a sziklán rutin szerzem. Talán akkor kezdtem el én is, meg akkor összejöttem én is az én Balázsommal. Igen, a beéleszkedésünket hogy a párjaink akkor ennyire elvakultak voltak. Ja. Szóval abszolút. És persze, egyszer-kétszer azért még egy kis féltékenység is belevegyült talán az elején abban, hogy miért nézel így, hát erről tudsz. Na, szerintem ezek abszolút. Szóval igen, de szerintem azt gondolom, hogy ez a családon belül is normális, meg szerintem ez egy olyan jelenség, ami így a mászok között is előfordul, férfi és férfi közt is. Abszolút, hogy, tudom én, valaki egy időben kezd el mászni, és a másiknak esetleg jobban megy, akkor egy szemernyi kis féltékenység szerintem benne lehet a papíron. Persze. És fér. Igen. Szóval ezek nagyon összetett érzelmek, maga a mászás is, tehát itt nem csak arról szól a sportek, hogy lehúzzuk a peremet, szóval ezek szerintem is abszolút benne vannak. Akkor itt érdemes esetleg megemlíteni, még ha ez a bemutatkozás részénél, hogy itt a mászósportban mindketten egy elég magas szintre jutottatok el. Eszter, javíts ki, ha tévedek, ez a te esetedben 7B pluszos fokozatot jelent? 7C-t. És mi volt a 7C? Az első... az Herkules fürdőn volt, és aztán... Wow! Aztán Adlitson a Street Fighter. Street Fighter! Nice! Mm-hmm. Annak elég, ennek morci az eleje, meg a standakasztása is, ha jól emlékszem. Wow! Yeah. És mert az Petr... Emlékszem, hogy a Street Fighter-t azért másztam, mert nagyon tetszett a neve. Wow, amúgy igen, nekem is voltak ilyenek, amikor a név annyira meggyőző volt, hogy át ebbe bele kell nézni. Ha valaminek ilyen nevet adnak, az, és aki esetleg nem ismeri, ez a Street Fighter, ez igazából Adlitson, ez egy olyan szektor, ami egy leaszfaltozott autóút felé hajlik ki, egy masszív kanáthajlás, tehát a név az egész helyszínt nagyon jól leírja, meg igazából a harcot is szerintem az úttal. És Vera, te neked pedig 800 plusz volt, ha jól tudom. Igen. Lélekharang. Wow. Volt-e valaha egyébként célotok a fokozattal? Vagy a fokozat az csak mellékesen jött, és igazából így a fejlődés volt az, amire ti így fókuszáltatok? Abszolút, szerintem a fejlődés. Uh-huh. Igen, hát hogy ez a sport pont azért ennyire magával ragadó, mert hogy így mindig van egy szint, egy következő lépcsőfok, amit el akarsz élni, meg egy teljesíthető kihívás, úgyhogy igen, persze. De hogy egy adott fokozatot elérjek, az nem volt. Nyilván tök jó volt így elképzelni, hogy egyszer majd fogok 800-at mászni, de nem ez volt a fókusz abszolút. Van-e most egyébként esetleg olyan terv, vagy cél, vagy álom, ami úgy van, hogy ki tudja 5-10 év múlva, 15, a fene tudja, esetleg ott lebeghet valahol? Kurva öregek veszünk. 15 év múlva. Pont egyébként, ugye nevet említve, nekem a Crybaby volt az, ami annyira tetszett. Soha nem próbáltam bele az útba. Fogalmam sincs egyébként, hogy mennyire küzdős és mennyire nehéz. Azt tudom, hogy ilyen gettó kisperemes. De én nekem Janis Joplin így az etalon, így imádom, és ugye ez tőle ered. Az igen. Ez volt ilyen, hogy majd egyszer abba tök jó lenne így mozogni. Ja. Nice. Eszter, neked?
Hát én igazából csak még visszakanyarodva egy picit, hogy emlékszem, hogy nekem így a fokozat kérdéssel kapcsolatban a hétát elérni, az ilyen brutál lélektani határ volt, de ez így olyan volt, hogy így, úristen, egyszer másztak hétát, és előtte így vertem a hat béket, meg a hat széket, még nem tudom, 2-3 év mászás után, és így éreztem, hogy így erőben már rohadtul ott vagyok, hogy így mászak hétát, és így nem ment. És nem, megszemlelhetetlenül sok olyan trippem volt, hogy így standaló lestem, végtelen sírások a falon, fú, ilyen végtelen anyázások és hisztipaklik, tényleg ilyen kegyetlen volt, és egyszer voltunk Isztrián, és volt egy héten, amit Vera is ott volt, azért mosolyog, aminek a lenti kunsztját nem tudtam megcsinálni. És a Balázs mondta, hogy jó, akkor hagyjam a köztest az útban, majd ő kiszedi. És már ment le a nap, és a Balázs még mindig projektelt egy útban, és akkor így mondtam, hogy de figyelj, még ott van a héten, amiből ki kell szedni a közteseket. És akkor így mondta, hogy jó, hát akkor majd fejlámpával kiszedi. És akkor mondtam, hogy jó, Balázs akkor... Balázs orvérzés így menszik mindig. Igen, ezt azért hozzátenném zárnia. Igen. Pedig akkor még nem volt gyerek. és akkor úgy voltam vele, hogy én basztam meg, hát jó, hát akkor kiszedem a közteseket én is így. Elindultam, és így az alsó részén volt a buldere az útnak, és így észrevétlenül átmásztam így a bulderen. Wow! És akkor így nem hittem el, akkor így iszonyatosan megijedtem, mert tudtam, hogyha nem tudom, mert meg lehet mászni. Gyakorlatilag meg lehet mászni az utat, és a végén ilyen iszonyatosan, hogy ilyen, nem tudom, ilyen hatos volt, és fú, szerintem így a végében, vagy ezen a hatos részen egy 20 percen keresztül így remegve a Vera meg apa bíztatott, hogy izé, hogy apusra beszéltük azt. Igen. Wow. Hogy menjek fel, és akkor megmásztam, és utána azon a trippen még másztam több héten. Tehát, hogy ez így átszakadt ez a plafon. De emlékszem, wow. Hogy ez a héte, ez így akkoriban tényleg baromi nagy szó volt. Tehát, hogy a női mezőny az még elég szűk volt. Az Edina, a Szijjártó Edina, a Klik Zsuzsi, Bobi lenkemáztak, és nagyon emlékszem, hogy a Klik Zsuzsi, Adél, igen. Klik Zsuzsinak nagyon nagy falat volt a Portland gerecsében a héten. És nagyon emlékszem, amikor én akkor kezdtem egy sziklára jönni, és ő feljött, csak ezért az egy útér, bemelegített, megmászta elsőre, és aztán ivott 2 pár inkát, hogy neki kész. Most már eljött. Wow. Ez akkor tényleg baromi nagy szó volt. Wow. Egyébként szerintem most olyan kis szó egyébként elérni a hétát, mármint, hogy nem is tudom, Balázsról beszélgettünk, hogy a krónikát most csináljuk, hogy nem tudom, végül ő csinálja a köteles mászós részét, de én elvileg azt javasoltam neki, hogy szerintem a fokozatok tekintetében vigyük le 7B pluszra, vagy 7B-re a nőknek a belépési szintjét, mert igazából nagyon-nagyon kevesen mozognak e fölött, de egyrészt talán valakinek ez is ösztönző lehet, meg tényleg valószínűleg igen, már 6-os fokozatokból a 7 arra kiszakadni, szerintem ott is van egy nagy plafon. Én egyébként valahogy a nagy plafonomat a 7B plusznál éreztem, hogy ott volt az, hogy én stagnáltam, vagy a 7B-nél nagyon sokáig, és az első B plusz mondjuk megmászni, ott nem is tudom, az... Igen, az sokkal több idő kellett. És Vera, neked esetleg valamilyen sztori nagy, vagyis nem is kell, hogy a legnehezebb út legyen akár, valamilyen emlékezetes bármi, amire azt mondod majd öreg korodban is szívesen visszaemlékszel. Itt van egy pár, az egyik a lélekharang, ami ugye a legnagyobb utam volt, ez egy 8R plusz. Hát ezt nagyon sokáig projekteltem, és azt hiszem, hogy 4 vagy 5 évig jártam ki, és tehát, hogy így kb. 10-ből 10-szer egy üléssel másztam.
éreztem, hogy az egy ilyen pszichés elakadás. És amúgy tényleg az volt, hogy így az életemben is volt egy kis elakadás, és ahogy így sikerült azon így túllépnem, akkor megmeztem. De azt úgy, hogy így lefele már könnyeztem, és lejöttem, és így láttam, így apum is. Ő biztosított, hogy ő itt tökre átérzi, mert látja, hogy ez így... Akkor így menjünk tovább. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt, igen, amikor így kiszakadtál, így az egész lelked ezzel együtt. Hogy ezzel együtt, igen. Lejöttetted, akkor most így, ja. Az jó volt. De ezen kívül egy másik emlékezetes megmászásom az a Misián volt a Rock and Roll, az meg egy 7C plusz. Az nem egy ilyen, így emlékszem, hogy ilyen nagyon erőn felüli teljesítmény volt, és azt éreztem, hogy kész, így szarádul röntem, esélyem nincs tovább menni, és valahogy így a Tomika így jókor bekiabált, hogy hajrá, csak nyúj még egyet, és emlékszem, hogy így nyúltam, aztán megfogtam a fogást, és a következő emlékképem az, hogy akasztom a standot. És így egyszerűen nem tudom, hogy mi történt a kettő között, de valószínűleg olyan flóba kerültem, hogy így... Wow! Abszolút jó. Wow, kirázott a hideg, ez nagyon-nagyon jól hangzik. Ez a külső biztatás mennyit tud számítani néha? Nagyon! Jókor, jó helyen... Mintha valaki kívülről elhinné, hogy képes vagy arra, hogy a testedben benne van, de az agyaddal nem biztos, hogy elhiszel, és na, ez gyönyörű szép ebben a sportban szerintem, hogy ez hogy át tud lökni akadályokon. Igen. Wow. Yeah. Én szívesen rá is kanyarodnék egyébként a fő témánkra, ami igazából nem is feltétlen a mászás, illetve az, hogy testvérek vagytok, vagy hogy közös ez a szenvedély a gravitáció elleni küzdelem, hanem így inkább az, hogy mindketten édesanyák lettetek nem is olyan régen. És én azt érzem, hogy kicsit ez a téma, ez démonizálva van hazánkban, mint hogyha választani kellene az anyaság és a sport között, meddig mászhat egyáltalán egy kismama. Na hát ilyesmi kérdésekről szeretnék veletek beszélgetni. És akkor az egy első kérdés is, hogy ti meddig másztatok egyébként, amikor megtudtátok, hogy áldásos állapotba kerültetek? Hát ugye 47 egy terhesség, jó esetben. Igen. Én szerintem ilyen 35-dik, 36-dik hétig másztam. De ugye persze az utolsó pár hétben már lent traverzálgattam, tehát hogy így nem nagyon másztam magasra, csak így a mozgás élményéért, így nem tudom, lementem a terembe és köröztem, mert egyszerűen igényem volt rá. Tehát, hogy mozogj, így van. Aha. Hát ezt csináltad az elmúlt 15 évben, hozzá vagy szokva, hogy mindig volt egy fizikai, nem tudom, egy relax tevékenységed, ami kikapcsol. Abszolút. És egyébként meg az orvosok amúgy is azt mondják, hogy az a sporttevékenység, amit terhesség előtt is végeztél rendszeresen, az nyugodtan végezhető. Tehát, hogy nyilván ne kezdj el bele. Ne kezdj el akkor. Most egy extrém sportba terhesen, de nyugodtan, ameddig kényelmes neked, végezd azt a sportot, amit szeretnél. És érezni fogod, igen, a testednek a jelzéseit. És most is kérdezte tőlem egy most is kérdezte tőlem egy mászó kismama, hogy én meddig másztam, meg hogy, meg buldereztem-e, meg másztam-e kötéllel, és igen, egyébként másztam kötéllel is. 4 hónaposan még másztam hétát. Az elég jó volt. De hogy tényleg abszolút az van, mint terhesség előtt, hogy így érzed a tested jelzéseit, és hogyha azt érzed, hogy elég, akkor abba kell hagyni ennyit. Tehát, hogy nincs persze, semmi ördöngőség. Akkor az ember a határait, persze. Nyilván nem fogsz leugrani a 4 méteres bulderfalnak tetejéről, de hogy nyilván óvatosabb vagy, de hogy igen, abszolút végezhető a sport. Közben is, terhesség közben. Igen, hát én is kb. Így a 8. hónap elejéig
Mellesztem, mondjuk én pont a COVID idején lettem terhes, és akkoriban ugye nem nagyon lehetett mászni, mert csak az versenyengedélyed volt. Igen. Én azért bepróbálkoztam, hát a kapok. Ez a motiváció. Úgyhogy szíves volt, mert ugye télen voltam terhes, úgyhogy hát így kijártunk Tatabányára, meg a Serényi Balázsnak a kertjébe hetente egyszer, de azért így egyszer volt, mert 8 hónaposan egy fokban mászni, de azért heti egyszer toltam még én is akkor. Meg nem tudom, én bennem abszolút az volt, hogy így ilyen hatalmas nagy megmérettetésre készülök. Ki kell préselnem magamból egy gyereket, úgyhogy pont nem az az alkalom, amikor így elhanyagolhatom a testem, és így nem lehetek edzésben. Tehát, hogy így abszolút erre szerintem fizikálisan is készülni kell. Hogy... Abszolút. Ja. Wow. Úgyhogy én még már nem tudom, hetente 3-4-szer így otthon csináltam a kis aerobikos tornáimat, meg a jogor. Hogy így valamennyire formában maradjak. Neked kellett is, igen. És egyébként itt a köteles mászásra visszakanyarodva, hogy itt létezik egy speciális beülő, vagy ilyenkor az ember a beülőnek a heverterét azt nem húzod meg annyira szorosra, vagy valami elheveder, vagy... De az borzasztó. Igen? Hát igen, mert amúgy is teljesen úgy érzed magad, mint egy bálna, ezt most így mondhat bármit, egyszerűen nem mindegy, hát egy ilyen kövér bálnának érzed magad. Addig, amíg végig. Kezdeszettél, kereked végig. És ez a terhes beülő, ez olyan, hogy kb. Mint egy ilyen, végig jön az egész testeden, és nem is kell tükörbe nézni, ahhoz így érzed, hogy így úgy nézel ki, mint egy ilyen kötözött sonka, és így, és nem csak az, hogy nézel ki, hanem ilyen baromi kényelmetlen, hogy így tényleg így gúzsba vagy kötve. Igen. Mindenhol, igen. Aha. Tehát a mászás, amit adna élvezetet, az igazából elveszi maga ez a beülő. Úgyhogy én férfi beülőbe másztam, kicsit nagyobbra volt véve, és ez tök kényelmes volt. Tehát, hogy így has rész alatt volt valamennyire meghúzva, meg nem estem, igen. Szóval igen. Nem vállaltam el olyan mozdulatot, amit jól azt mondtam, hogy nem tudom megcsinálni. Én is itt a beszélgetés előtt megnéztem pár olyan YouTube videót, ahol kismamák másznak, meg hogy egyébként mi a véleményük, és én is rengetegszer ezt láttam igazából, hogy egy kicsit bőv beülőbe, nyilván ezt mindenki elmondja, hogy bőven a szintje alatt mászik, de hogy mászik esetleg zsebeken, és a topnál meg megigazgatja, úgyhogy ez igazából egy teljesen kényelmes beleülés lesz a leereszkedés ideje alatt, tehát hogy nem egy nagyon nagy ördöngőség. Hát igen, egy olyan kérdés jutott eszembe, ami, hogy voltak-e nálatok, hallottatok-e kritikus visszhangokat, volt-e olyan, aki nem tudom, ferde szemmel nézett rátok ez alatt az idő alatt, amíg másztatok. Jó, mondjuk Vera, hogyha te szerencsére el tudtad kerülni a termeket, akkor te azért valamennyire fű alatt tudtad végezni a tevékenységet. Abszolút, még akikkel én meztem, azok mind annyira cukik voltak. Egyszerre 3-4 ember eltaladtam, és így spotolt, hogy véletlenül sérülsek még egy 20 centit sem. Aha. Ugyanez egyébként, én is csak támogatást éreztem, vagy nem volt olyan. Bár talán egyszer volt, hogy akkor már így nagyobb hasam volt, és igazából csak köröztem a gravity-ben, de iszonyat nagy fogásokon, de hogy fölmásztam, de nagyon óvatosan és nagyon lassan, és akkor volt egy apuka a gyerekével, és akkor... És odajött? Igen, azt hiszem, odajött és megkérdezte, hogy ez biztos, hogy ezt így művelhetem, vagy hogy így nem fogok-e leesni, és akkor megnyugtattam, vagy legalábbis magamat is megnyugtattam, hogy remélem, hogy nem fogok leesni. Nem most kezdtem, és hogy nyilván nagyon óvatos vagyok, de hogy én is csak támogatást kaptam egyébként, tehát hogy mindenki ilyen
mindenki tök kedves volt, meg jó fej. A kismamákkal általában kedvesek. Igen. Igen. Igen, azért jó kismamákkal. Aha, akkor ebben most volt egy ilyen kis negatív konnotáció, hogy ez mit jelent, hát amikor már édesanyja vagy, most ez inkább vagy az ellenkezőjét is megtapasztalod sajnos, tehát nem annyira kedvesek, vagy okoskodnak az idősebb generációs emberek? Abszolút. Ez abszolút benne van. És az, hogy amint elmúlik, tehát, hogy amint kijön a gyerek, onnantól már nem olyan kedvesek, meg nem olyan gondoskodóak az emberek, mint amikor még a szíved alatt hordod. Tehát, hogy, hogy igen, ez megváltozik abszolút. És igen, az okoskodás az meg folyamatos. Tehát, hogy mindenhol mindenki előszeretettel megjegyzi, hogy túl van öltöztetve a gyerek, nincs túl öltöztetve, biztos éhes, biztos szomjás, azért sír, ezért sír. Tehát, hogy... Mindenki okos. Aha. Mindenkinek van valamit. Mindenki jobban érzi, mint a saját anyám, szerintem. Nem úgy kéretlenül azt hallgatom én is a tippeket. Igen, egy jó barátoméknál született 2 hónapja a gyerkőc, és a lányzó, számolt be arról, hogy teljesen meg van döbbenve, hogy megy az utcán, jönnek idős mamék, és kérdés nélkül teljesen default, hogy nyúlnának a gyerkőc arcához, hogy jaj, de aranyos, jaj. És igen, akkor, küzdött először azzal, hogy ezt udvariasan vagy asszertívan, hogy lehet azt mondani neki, hogy csókolom, az előbb még a BKV buszt fogta a kapaszkodót, ne tessék már a gyerekemhez nyúlni, pláne ne kérdés nélkül, meg amúgy így tényleg így, ez honnan jön igazából, tudod, meg... Na mindegy, és ilyen nagyon-nagyon fura ez, hogy ez valahogy ilyen alapból benne van az emberekben, vagy hogy igazából hogy így szeretnék kifejezni a szeretetet, vagy igazából én azt gondolom, hogy ahhoz se feltétlen van köze már egy vadidegennek, hogy most a gyerekemnek amúgy mi a neme. Abszolút. De egyébként meg szerintem ez nem azért van, az illető egy ősparaszt, hanem, bár akkor azt gondolom, hogy egy ősparaszt, hanem azért, mert egyszerűen nincsenek edukálva. Tehát, hogy ez abszolút a köztudatban, hogy a testnek milyen határai vannak, és hogy nem alapvetés az, hogy mint ahogy, nem tudom, én megyek mondjuk az utcán, nem nyúlok egy idegen embernek az arcához. De az nem alap, hogy egy kisgyereknek ugyanilyen testhatárai vannak, mint nekünk felnőtteknek. Tehát valamiért feljogosítva érzik magukat az emberek, hogy... Mint hogy egy kiskutya lenne. Igen, de egy kiskutyát sem simogathatsz. Ez pontosan, még ezt is, igen. Megkérdezzük egyáltalán, hogy szabad-e kicsit simogatni. Pontosan. Igen, tehát ez szerintem... Csak egy gyerek nem feltétlenül harap vissza. Igen. Pedig... Újvára kérem, visszaadjak. Még egy kérdés, amíg még benn van a gyerkőc témához kapcsolatban, hogy mi mászók szerintem, és itt most akár a férfiakra is gondolok, mi nagyon hiúk tudunk lenni a saját testünkkel kapcsolatban. Ez tényleg a férfiakra és a nőkre szerintem egyaránt igaz. Volt-e személyes mentális nehézségetek a test megváltozásával kapcsolatban? Hogy dolgozza ezt föl az ember? Van erre normális terápia? Mert nyilván, hogyha nem... Azt gondolom, hogyha jó barátok vagy édesanyám azt mondaná, hogy jaj, hát minden rendben van, jaj, hát nagyon jól nézel ki, amit pontosan elmondtál akár, hogy érezted magad, Eszter, mondjuk, vagy talán mi az, ami átesik egy nő egy ilyen szituációban. Nem biztos, hogy az anyának ez a megnyugtatása fog igazából jól hatni rád. Szerintem abszolút mindenki érzi ezt először, hogy nehéz. És főleg azért nehéz, mert nem tudod, hogy mi a normális, hogyan fog a te tested reagálni később arra, mert amikor kijött a gyerek, mert az oké, hogy növekedsz, amíg terhes vagy, és növekszik benned is a gyerek. Én szerintem inkább ez a legfélelmetesebb az egészben, hogy fogalmat sincs, hogy mi vár rád, hogy mennyire fogod tudni kontrollálni így a testedet. Mondjuk én nekem az volt nehéz, amíg még nem látszódott a pocakom, csak azt éreztem, hogy úristen, így mindenfelé szélesedem. Ahogy viszont már így egyértelmű volt, hogy terhes vagyok, és hogy itt egy ilyen gömbölyű labda van, onnantól kezdve én valahogy
nem tudom, szerencsém van, mert a hormonok szerintem több pozitívan hatottak rám, de azt éreztem, hogy gyönyörű vagyok. Nagyon a bőröm, hogy tiszta a hajam, hogy minden jó. Mert én szép vagyok. És ezt nagyon élveztem. Ezt nagyon-nagyon szerettem. És utána nekem viszont szerencsém volt, mert nagyon-nagyon hamar leolvadtak rólam a kilók, sőt, még kevesebb is vettem, mint az előtt voltam. Wow. És viszont ez lett utána a csapda, hogy nagyon jól kezdett el menni a mászás, és nagyon tartani akartam a súlyomat, és én itt testem bele egy ilyen kis testsúly kontrollos problémába, hogy nagyon-nagyon figyelni akartam erre. Ez szerintem egyébként tökre ilyen, ez nagyon ilyen mászó specifikus dolog, hogy ahhoz kötik a teljesítményt a mászók, hogy milyen a testsúlyuk, vagy hogy minél vékonyabbak legyenek, és minél szálkásabbak, mert akkor fog jól menni a mászás, pedig szerintem nincs nagyon összefüggés a két dologban. Hát azért nyilván, hogyha a saját magadhoz képest sokkal jobban tudsz mászni, nyilván, ha azért egy-két kilót leadsz adott helyzetben, vagy egy-két plusz kilóval edzel, akkor utána meg fogod érezni, hogy nőtt a teljesítményed. Fogod érezni, de hogy szerintem tökre benne van ez a mászókban nagyon sokszor, tehát hogy így nagyon-nagyon sokszor lehet hallani a termekben is olyan beszélgetéseket, hogy nem tudom, elmegy valaki hétvégén enni egy jót, és utána, mit tudom én, 2-3 napig megy ez az önökstorozás, mert egyszer fokott, és azt már most egy hétig megvonja magától a finom falatokat, vagy nem eszik annyi. Mm-hmm. Igen, ez nagyon ismerős, ez kísértetiesen ismerős, igen, ezt én is rengeteget hallom. És biztos te is belecsúsztál már ilyesmivel, szerintem. Egyébként én őszintén megmondom, hogy én tudok édes szájú lenni, és hogy én nem vetem meg. Hát néha este edzés után azért beszédülök az éjjel-nappaliba, és veszek magamnak egy csomag gófrit lefekvés előtt, ami sportáltalálkozás szempontjából nem a legtudatosabb dolog ever. De ha visszatérünk, ez a téma az azért is nagyon érdekes, mert egy picit a versenymászásra rákanyarodunk. Az idei évtől az IFSC behozott egy ilyen szabályt, hogy a BMI, a testtömegindexet nézik a versenyzőknél, és akinél ezt úgy meghatároztak, ez zseni szerintem is, tehát meghatároztak egy kóros értéket külön hölgyekre és urakra, és ha az alá esik a versenyző, akkor sincs még kitiltás, de akkor kötelező vizsgálatokra kell elmenni, és ott már néznek azt hiszem csontsűrűséget, ilyen izomösszetételt, meg ott már egy nagyon-nagyon komplex vizsgálatnak veszik alá, hogy a versenyző sanyargatja egyébként a saját testét. És szerintem ez nagyon jó a sporták szempontjából, hogy szülők is azt látják majd, oké, ebben a sport, ez nem arról szól ez a sport, hogy a gyerekemet éheztetnem kell, mint a balettnál. Vagy hogy kapsz egy zabszeletet, meg egy almát egész napra, és hogy ez lesz majd a táplálkozásod, hanem, tehát hogy ez egy kicsit ilyen egészségesebb mederbe próbáljuk terelni a sportot. Nekem Laura Rogora, aki egy zseniális sziklamászó, tehát hogy ő szerintem egy zseniális sziklamászó, elképesztő, de hogy így tényleg így kérdőjelek merülnek föl bennem, hogyha ránézek, hogy vajon, hogy ez mennyire egészséges, vagy hosszú távon mennyire fenntartható a testednek igazából az, ahogy ő kinéz. Igen, igen. Egyébként, bocs, csak még visszatérve a terhességre, hogy a Verához kapcsolódva, hogy én például teljesen máshogy éltem meg így a terhességet, nekem nagyon sokszor tök nehéz volt a testemben lenni, meg nagyon, tehát nem ugyanis azt éreztem, mint ő. Nehezen is jött az Abigail, tehát hogy én eléggé stresszeltem ezen, és minden, tehát hogy amikor így nagyon vágysz egy dologra, és nagyon szeretnéd már, hogy elérd, és aztán így ott van, és nem olyan, és nem, és szerintem ez tök fontos tudni így a nőknek, hogy aki még nem volt állapotos, vagy nem volt gyerek, hogy nagyon-nagyon különbözően élik meg a nők a terhességet, és nagyon-nagyon máshogy változik a test, és nagyon tényleg az, amit a Vera is mondott, hogy nem tudod befolyásolni, tehát, hogy lesz nálad. Aha. Igen, nálam például az volt, hogy
és nagyon sok kismamánál ez van, hogy, hogy egyszerűen máshogy raktároz a test. Mert mondjuk az adott, tehát ugye a magzatnak, mit tudom én, máshogy van szüksége a tápanyag felvételre, tehát ez is iszonyatosan különböző, és én így azt éreztem, hogy úgy jönnek föl a kilók, amit mondjuk más nem látott, de én éreztem, meg tényleg azt éreztem, hogy sok, hogy nem, hiába nem ettem magam túl, meg nem ettem sokat, de hogy egyszerűen jöttek fel a kilók, és kétségbe voltam esve, hogy fogom tudni leadni, és nyilván leadtam, de hogy ez nehéz, igen. Ez 9 hónap, ami vagy nagyon áldásos, és több pozitív, vagy pedig nehéz, mert nem tudod befolyásolni a testedet egyáltalán. Nincs rá kihatásod. Aha, uh-huh. De hogy a Johanna meg pont, hogy nem megy. Tehát ő meglepetés baba volt, azt hiszem ezt így, mert így sokan tudják, és pont ezért nekem nem is nagyon voltak elvárásaim, meg elképzeléseim az egész terhességről, szóval, hogy én ebből a szempontból is sokkal szerencsésebb helyzetben voltam. Hogy csak így jöttek a dolgok, és elfogadtam az éppen aktuális szituációt. Tehát nem kifejezetten kőbevésett elvárásokkal mentél neki. Nem, abszolút nem. Szóval, hogy semmi ilyesmi nem volt. Volt-e olyan fázis, amikor mondjuk leginkább ezt a szülés utáni depressziót, amit így hallottam, meg volt olyan hölgy a közelemben, akin úgy átéltem egy kicsit, hogy ez milyen nehézség lehet, vagy meddig. Van-e ilyesmi, hogy ez depresszió egyébként a terhesség alatt? Hogy ennek akkor fázisai vannak, elfogadott, nem elfogadott, gondolom. Az egész új szituációba való belehelyezkedésed is nagyon érdekes lehet szerintem pszichológiailag. Tényleg valószínűleg a kérdőjelek, hogy mi történik majd ezután, hogy gyakorlatilag az egész élet átrendeződik igazából. Hát mivel a Johanna meglepetés baba volt, mint már mondtam, nekem a legelső, amikor megtudtam, az igen sokkoló élmény volt. Nagyon. Illetve amikor beindult a szülés, az volt még egy ilyen iszonyú sok hatás, hogy akkor most. Ez most az történik. Amikor így minden meg fog változni, de mondom, nekem valahogy nagyon szerencsésen játszottak így a hormonok bennem, mert én csak a rózsaszín között tapasztaltam így a terhesség alatt, és utána is. Ez vastagon szerencse szerintem. Hát, és akkor én ilyen nem is terhesség közbeni depresszió, meg nem is mondanám, hogy depresszió, de nem tudom, hogy hallottál-e már erről a fogalomról, hogy baby blues. Nem. Baby blue. Baby blue? Baby blues. igen, ez a szülés utáni 1-2 hét után következik be, amikor kiderül, hogy igazából az, hogy megszületik a gyereked, az nem arról szól, hogy egy ilyen nagyon rózsaszín, babai csodálatos korszak következik, hanem kőkemény alvásdeficit, hogy folyamatosan 0-24 a gyerekeddel kell lenned, nem lehet nem kérni, tehát, hogy folyamatosan őt látod el. A szülést magát egyáltalán nem tudod kiheverni, tehát, hogy iszonyatosan nehéz korszak ez, és főleg azért, mert hiába van egy párod, hiába van egy férjed, hiába van bárki melletted, egyszerűen téged igényel az a gyerek is. És te kell lesz neki folyamatosan, ami nagyon-nagyon fel tud őrölni. És tényleg főleg az első pár hétben. És nekem nehéz volt, tehát, hogy nem tudom, szerintem 3-4 hétig minden nap sírtam, mert iszonyatosan kimerült. Nagyon-nagyon nehéz volt. És aztán tényleg egyre könnyebbedik, de hogy máig el tudom mondani, hogy az, hogy gyereket válasz, ez egy iszonyatos hullámvasút, tehát, hogy mindig vannak jobb periódusok, és aztán megint egy picit nehezebb, és amúgy tényleg igaz ez, hogy csak a változás állandó, tehát, hogy
hiába áll be valami nagyon-nagyon pozitívan és nagyon-nagyon jól, az is elmúlik. Az is elmúlik, pontosan. Jó, igen, nálunk is azért abszolút így van, tehát hogy én sem állandó a rózsaszín kötfelhőben úszkálok, és így ugrálok szivárványról szivárványra, azon olyan periódusok, amikor nagyon sajnálom magam, de igen, bazi nehéz tud lenni, de nagyon megéri. Mm-hmm. Igen, egyébként tök jó, hogy ezt így rá is kanyarodtál erre a témára, mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy tényleg így hogy minden a feje tetejére áll, és hogy hány hónap után érezheti azt egy édesanya, hogy valami esetleg normalizálódik, vagy föl se tegyem a kérdést, mert ilyen nem létezik. Ez, én most kezdtem el érezni, így lassan 3 éves lesz a Johanna, és eddig nem értettem, hogy az emberek miért vállalnak második gyereket. Most már úgy kezdem érzékelni, hogy jó, azért így az ember néha mást is tud csinálni, hogyha ott van mellette. Igen. De igen, szóval, hogy amikor veled van, akkor az 0-24. Az 0-24. És egyébként egyrészt 0-24, tehát tényleg, tehát így... Amikor azt mondom, hogy 0-24, az 0-24. Azt komolyan kell érteni. Az éjjel, az mindig. Tehát, hogyha válaszkészen akarod nevelni a gyerekedet, akkor ott kell lenned mindig, amikor sír. És nagyon-nagyon-nagyon sokszor sír. És hogy mennyire borul föl az életed, teljesen. 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 Tehát, hogy nekem azt is nehéz volt így feldolgoznom, hogy tudtam, hogy meg fog változni az életem, de hogy erre nem tudsz felkészülni. Tehát az benne a legnehezebb, hogy te, mint anya, maximálisan háttérbe szorulsz. Tehát, hogy neked nem lehetnek igényeid, mert a gyerek mindig előbb szól meg. Tehát nem tudsz, tehát simán volt ilyen, nem tudom, az első 1-2 hónapban, hogy 2-kor reggeliztem, mert akkor jutottam el oda, mert vezetni kellett, mert tisztába kellett tennie, mert fájt a hasa, mert éppen belealudtam a szoptatásba, tehát hogy igen. Szóval káosz. Az nehéz az elején, hogy tényleg el kell fogadnod azt, hogy így feladod saját magad. Mert most nem te vagy a fontos ebben a sztoriban, hanem ő. Mi mondjuk abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy amikor a amikor ott laktam. Hát egyrészt ugye mi az első időszakban anyukámék mellett laktunk, másrészt meg tehát, hogy nagyon sokat segítenek anyuék, mert azért a Balázs is otthonról dolgozik, Johanna apukája, az Ádám is ugye az első időszakban nagyon sokat volt velünk napközben is, de hogy az ember azt érzi, hogy tudja, hogy ez az ő prioritása, hogy az ő feladata az, hogy a gyerekkel legyen, és pont ezért még amikor anyura, vagy az apjára, vagy bárki másra bízod a gyereket, akkor is azt érzed, hogy szívességet tesznek neked. És ez nagyon nehéz így kikapcsolni. Tehát, hogy el kell tennie időnek, amíg az ember ténylegesen el tudja fogadni azt a segítséget, amit kap, és nem teherként megélni azt, hogy másra bízod a gyereket. Igen. Csak tudod, hogy lesolja. Igen, vagy bánni, megetereged. Nyugodtan. Ha értem, tehát hogy ne érezze az ember lelkiismeret furdalásnak azt, hogy én most rászólom a gyerekemet, az anyukámra, az apukámra, valakire éppen, hogy legyen egy kis időm, me time-om saját magamra akár. Igen. Ez abszolút elképesztően nehéz lehet. Ennek a férfi oldala, tényleg ez a barátoméknál, akiknél 1-2 hónapja született meg a gyerkőc, így kéreztem, hogy te figyelj, te miben éreztél meg változást, te mit csinálsz? És így annyit mondod, hogy így, hát Bálint, én azóta nagyon sokat takarítok. És akkor így rá is jöttem, hogy tényleg, hogy amúgy a nő viszi a 99%-át igazából a gyereknevelésnek az első időszakban, és a férfi az így tudja visszatenni a poharat a helyére, meg eltakarítani, meg ezt az, de hogy a gyerek igazából fiziológiailag a nőre van szüksége, az édesanyjára van szüksége a legelején.
Hú. Ha már egy kicsit a mászásra mondjuk vissza szeretnénk kanyarodni, mennyi idő telt el mondjuk nektek, mire újra beziáztátok a kezeteket? Az ajánlat 6-7 szerintem, mire kettőnk nekek. Nekem 5-7. Ja, jó, igen. Én nem vártam meg a 6-7-es kontrollt, én 5 hét után már mondtam a Balázsnak, hogy szerintem én jól vagyok, nem mehetünk. Wow. És nekem is amúgy az volt a szerencsém, hogy a Balázs az elején mondta, hogy figyú, amikor így azt érzed, hogy így mondjuk aludtál darabokba 5 órát, és kipihent vagy, akkor menjél nyugodtan, akkor megoldom, hogy vigyázzak a gyerekre is. Aha. Baromi nagy szerencsém volt, hogy így ő mondta, hogy menjek, és így. Iszonyatosan hálás voltam neki, mert baromira számított. Tehát ezek az alkalmak, amikor így az elején így eljártam mászni, az így, úristen, ez így olyan volt, mint hogyha ilyen cukorkaboltba így bemész, hogy... Igen, vagy mint hogyha ilyen vidám parkba mentem volna, hogy mondtalan vagyok, nem kell vigyáznom a gyerekre, itt vagyok, egyedül vagyok, mindenki békén hagy, és így mászatok. Igen, ez zseni volt. Wow, de jó hallani. Igen, ez nagyon-nagyon jó volt. És máig nagyon-nagyon jó. Igen. Kapcsolatban két dolgot így még elmondanék, hogy igen, korán kezdtük el a mászást, de szerintem mi mind a ketten azt láttuk a szüleinktől, hogy ők nem adták fel saját magukat, mindamellett, hogy minket neveltek. Tehát, hogy náluk nagyon-nagyon hangsúlyos volt az is, hogy a saját kikapcsolódásukra időt fordítsanak, és azt gondolom, hogy szerintem az, hogy a mi szüleink máig együtt vannak, és ennyire jól együtt vannak, az annak is köszönhető, hogy ők ténylegesen időt fordítottak saját magukra. És szerintem ezért mi is valahogy így készültünk erre az egész anyaságra, hogy fontos volt nekünk is, hogy tovább tudjuk folytatni azokat a dolgokat, amiket szeretünk, így a mászást is, és hogy ebben meg végtelen szerencsések vagyunk, hogy ténylegesen egy ilyen támogatói környezetben is tudjuk nevelni a gyereket. Tehát, hogy mind a szülőpár, mind a nagyszülők, azok nagyon-nagyon megértőek és segítőek ezzel kapcsolatban. De az, hogy mi itt tudunk mászni gyerek mellett, az nagyon... Nagyon-nagyon köszönhető nekik, és nagyon hálásak is vagyunk ezért. És azt gondolom, hogy sajnos nem ez az etalon. És igen. Ezt írtuk neked, hogy a beszélgetésnél ezt fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy ez a szint, amit mi így képviselünk, vagy tudunk képviselni a gyerek mellett, ez nem lehet elvárás semmilyen más szituációban senki másnál. Úgyhogy ezt nagyon szerettük volna kihangsúlyozni. Igen, hogy ez vagy, nem mindenkinek teremtődik meg a lehetőségére. Abszolút. Sajnos. Egyébként rengeteg barátom él mondjuk úgy a fővárosban, hogy a szülők egyik szülő Szegeden, a másik Kőszegen. Ez így tehát, hogy négyzetre emelni a nehézségeket, hogyha tényleg a nagyszülők hiányoznának igazából mellettetek? Gondolom igazából, tehát hogy oldaná meg feltétlen az ember? Hát most is anyu vigyáz az Abigailre. Igen, most az Abigailrel az én anyukám. Köszi, anya! Puszi! Wow. Szóval az én van az Abigail, igen, most is. Tehát, hogy abszolút is. Talán, hogyha a nagyszülők nem így élnének, akkor is meg tudnánk oldani azt, hogy rendszeresen másszunk, de az... Tehát... Az lenne, az több logisztika. Igen. Amikor még az Abigail nagyon-nagyon picike volt, akkor vittük le a terembe mászni, vagy babahordozóban volt, vagy rá volt kötve a Balázsra, és akkor, amikor én kellettem neki, akkor nyilván oda mentem és megetettem, de hogy ez nyilván kényelmetlenebb, meg nem tud úgy kikapcsolni az ember, nem tud annyira mászni. Amúgy máig látok mászópárokat hétvégente lejönni gyerekkel együtt mászni.
És akkor felváltva vigyáznak a gyerekre, de ez nyilván tényleg más minősége a mászásnak. Hú, egyébként nagyon sok kérdés jött fel bennem. Egy olyan is, amikor még talán egy az anyaságnak a pszichológiájáról beszélgettünk, vagy hogy változik, vagy milyen periódusok vannak a gyerkőt születése után, hogy szerintem tök fontos az kihangsúlyozni, hogy az ember így fogadja el talán azt, hogy lehet, hogy amikor kialvatlan vagy, én ezt képzelném, hogy kialvatlan vagy, és akár a pokolba kívánja az ember az egészet, vagy a saját életét, hogy ez így szerintem teljesen rendjén van, hogy az ember átmegy olyan fázisokon, amikor én kicsit azt érzem, hogy ez így megvan így szentimentalizálva, egy ilyen rózsaszín ködbe van téve, hogy hát anyaként te csak azt mondhatod, hogy édes kis drága kis gyerkőcöm, ó, hát kis prüntjőkém, te vagy a legfontosabb, az egyetlen, és nem tudom, és én nagyon egyetértek azzal, hogy persze a prioritás ilyenkor a gyerkőc, de hogy a gyereknek én azt gondolom, hogy abban a környezetben lesz a legjobb felnőni egy gyereknek, ahol azt látja, hogy a szülő egyébként szereti saját magát is, meg a tevékenységét is. Ez persze nem egy önző módon, de ha mondjuk kifejezetten, hogy a mászás kapcsolatáról beszélgetünk, te elfordulnál igazából a saját hobbidról, attól, ami az elmúlt 15 évben téged faragott valamivé, vagy ez valamennyire ez az identitásod részévé válna, ez szerintem a gyerek sínylené igazából meg. És ugyanezt gondolom az áldásos várandóság alatti mászásról is egyébként, hogy az embernek szerintem az annyira sok boldog hormont ad a te testednek, hogy te egy olyan tevékenységet végzel, amit szeretsz, hogy igazából ez a legjobb dolog, amit szerintem a gyerkőc kaphat. Tehát, hogy ez a legjobb, amit te átadhatsz neki az anyaság alatt is, és nem tudom, hogy miért lenne az jobb, hogy valaki ül a kanapéban, és nem tudom, Netflixet néz. Pont ezért mondjuk el szerintem akkor is, amikor 4-5 órákat alszunk. Igen. És hullafáradtak vagyunk, és ezt az időt lehet, hogy a testünk jobban meghálálna, hogyha mondjuk alvással töltenénk, de az, hogy így elmegyünk, egyrészt mozgunk, másrészt szocializálódunk. Kiszakadunk, igen, és úgy tudunk visszatérni, ha fáradtan is, hogy így újra mosolyogsz a gyerekre. Igen. Mert ez az a legrosszabb egyébként, hogy ez a fáradtsággal járó frusztráció, nem tudod, tehát, hogy így mérges vagy, és nem haragudhatsz a gyerekre, de valahogy mégis ő okozza a fájdalmadat. Igen. Nem rajta levezetni. Igen. Felé csatornázni, igen. Szóval, hogy ebben a mászás nekünk tök nagy segítség. Nekünk, amikor még csak egy-két hetes volt az Abigail, és akkor ugye még nem másztam, akkor nem jártam el sportolni, viszont minden nap elmentem 20 percre egyedül sétálni. És pont emiatt a kiszakadás miatt, mert így hullafáradt voltam, de így azt éreztem, hogy így nem bírok a nem tudom, négy fal között maradni. És nem tudom, csak úgy kinézni a fejemből, hanem egyszerűen ki kell szakadnom ebből a közegből, mert megőrülök, tehát, hogy el kell mennem valahova, boltba, vagy bárhova. Igen. Meg azt is talán gondolom, hogy mivel az ember gondolom azt érzi, hogy szoptatom a kicsit talán, hogy függ tőlem is fizikailag, de persze, hogy én vagyok, és én még mindig én vagyok egyedül, és ő majd egy másik identitás, és majd neki egyedül, és hogy nekem erre emlékeztetnem is kell talán magam, hogy bár most nagyon sokat vagyunk együtt, én nekem egyedül ugyanúgy, nekem létjogosultságom van élni. Abszolút. Vagy időt tölteni saját magammal, még ha ezt nagyon nehéz is megtalálni. Igen. És ez is, ez amit te mondtál, Vera, hogy tényleg az, hogy elmész mászni, az első alkalom, akkor elmész mászni, és így annyira másként térsz vissza a gyerekhez. Teljesen más lendülettel, és így újra azt érzed, hogy jó, oké, akkor csináljuk, akkor. És kölcsönhatásban is vagytok, szerintem. Abszolút. És érzi a gyerek, tehát, hogy amikor te így pozitívan mosolyogva, kedvesen szólsz hozzá, akkor ő is sokkal nyugodtabb. Tehát ugye a frusztrációd is visszaköszön, és egyúttal nyilván a pozitív hangulatod is. Úgyhogy ez nagyon látszik a gyereken, hogy miben vagy. Igen, szív magába minden energiát. Mennyi idő után mentetek ki a természetbe a kicsivel? Hát mi 3 hónapos volt a Johanna, amikor elmentünk Jurába egy 10 napos túrára.
Ez jó, de hát akkor az... még három most tudod, akkor még nem tud mozogni annyira, igen, csak fekszik, tehát hogy leteszed ott kis marad. Zöldséget. Itt van minden, a cicit benne van a tápláléknek is, szóval, hogy így, így annyira egyszerű az egész élet, akkor, oh, akkor ez szükségként egyszerű. Tavaly viszont csak egyszer voltam sziklát. Nekünk más tészta volt, mert az Abigail őszi baba, úgyhogy... Á, jött a tél. Aha, aha. Úgyhogy mi nyáron mentünk először. Tehát, nem, tavasszal, bocsi, tavasszal mentünk, igen. Isztriára, igen. Várjál, akkor hány hónapos volt? Kb. Ilyen 5-6 hónapos volt, igen. Wow, 5-6 hónap telt el az első külföldi trippig. Az nagyon király. Ja, és nagyon-nagyon jó volt, mert... Tök jó mászópárral mentünk, akik így kicsit meg voltunk kijedve, hogy milyen lesz az odaút, meg hogy biztos meg fogja őket viselni, hogy sír, meg, és csodálatos volt, úristen, nagyon jó volt, igen. Ó, te király. Milyen volt a shape egyébként, vagy ha kicsit erre is a sport oldalára visszatérünk a dolognak, hogy Eszter, te vagy most közelebb a szüléshez, vagy te mit éreztél, hogy mennyire vagy távol, mennyit vesztettél egyébként a régi erődből? Nem éreztem nagyon azt, hogy így távol vagyok, inkább azt éreztem, hogy elszoktam így a sziklától, vagy talán kicsit bátortalanabb voltam, tehát rá kellett érezni arra, hogy milyen újra sziklámázni. De nem, hát másztam, talán egy hét át másztam így első év, így, igen, így ennyi volt, de hogy nem ment kimondottan jól, de hogy ilyen újra ismerkedés volt a sziklával. Wow, mondjuk a hét almászás az egészen jó egy újra ismerkedésnek. Wow, én ezt egyébként minden tavasszal átélem, amit meséltem. Én nem vagyok az a mentálan rendelkező mászó, mint mondjuk a Farkas Tomika, aki nem tudom, lehet kihagyni 2 évet, lerakod Szeüszben egy 50 méteres 7C plusz elé, ahol van 6 méterenként vannak az akasztások, fölnéz, és akkor így fölmegy rajta. Na, tehát én biztos, hogy nem, tehát én pontosan tudom ezt, hogy minden április az a nitről nitre mászással kezdődik, és hogy ne remegjem le magam, vagy hogy szoktassam vissza magam abba, hogy komfortossá váljon igazából a mászás a magasságba. De hát ez mindegyikünknek más a mentálja, meg valószínűleg ez a pszichológia aspektusa. És Vera, téged is kérdeznének erről, hogy te tavaly, ha jól tudom, másztál egy 800-at, a Samsarát. Erről mesélj kérlek pár szót, mert hát ez egy nagyon nagy achievement. Igen, de ez hozzátartozik, hogy én ezt az utat próbálgattam már párszor. Mondjuk azelőtt utoljára 10 évvel. De én nekem valamiért így az, hogy ilyen nagyon sokat másztam végén sziklán, az adott egy olyan rutint, hogy nagyon hamar vissza is tudok rázódni a környezetbe. Tehát, hogy amikor kint mászom kötéllel, akkor... Tehát, hogy én szülés után is viszonylag gyorsan tudtam hozni azt a formát, mint előtte. És most is ez volt, hogy oda mentem, és valahogy így a testem így emlékezett ezekre a mozdulatokra, és igen, így sikerült. Meg az egy elég jó periódus volt az életemben amúgy is. Ugye lett egy nagyon boldog, meg kiegyensúlyozott kapcsolatom, és az szerintem nálam ugye a lelkiek erősen összefüggésben vannak a teljesítményemmel így ebben a sportban. Meg hát nyilván az, hogy azért igen, az, amit beszéltünk a testcsúly is, ez nem is számított, de amúgy azt hiszem, hogy inkább a lelkiek. De jó, jó élmény volt, igen. Wow. Van-e olyan elképzelésetek akkor, hogy mikor lesz igazából a gyerkőcnek így bemutatva a mászás? Vagy hogy ez hány éves kortól, vagy előbb fogásokat fogni, mint járni, megtanulni, vagy... De Johanna már jár. Ja, igen, Johanna már jár. A mászóterembe is szokott néha járni, mert
ugye Bálint a párom, ugye a Flónak a vezetője most, ami itt van tőlünk egy 5-10 percre kocsival, és egyrészt oda járok én mászni, meg néha csak úgy látogatóba is beszoktunk menni, és olyan nagyon élvezi, és nagyon szereti. Mert nyilván ő már felfogja, hogy mászik apa, mászik anya, mászik Bálint, Eszter, Balázs, fel tudja sorolni papa is. Az egész világ körülött. Úgyhogy ő neki, mindenki mászik, színes fogások, megdicsérik, hogyha felmászott vele mindig, de, de ő ezt is szereti, szóval, hogy, hogy még az van, hogy élvezi, aztán majd később lehet, hogy más fogja érdekelni, akkor más fogja érdekelni. Ja. Ugyanígy. Hát mi igazából azt beszéltük a Balázsra, hogy így egyáltalán nem fontos számunkra az, hogy mászom az Abigail, viszont ez igen, hogy valamit sportoljam. Hogy valamiben sikerüljön elköteleződni, amit szeret. Ja, igen. Szerintem ez a legjobb irányelv egyébként. Hogy a lehetőségeket meg tud neki mutatni, tehát, hogy legyen egy paletta, amiből tud választani. Még hogyha az nem feltétlenül az az út, amint te jársz, akkor is igen, tehát, hogy megmutass neki az opciókat. Bennem egyébként egyetlen egy kérdés maradt még, hogy mit ajánlanátok azoknak a mászóhölgyeknek, akik családalapítás előtt állnak? Van-e bármi olyasmi, ami szerintetek fontos, hogy elhangozzon, vagy ez majd mindenkinek az egyéni útja? Szerintem te kimondtad. Abszolút, mindenki. Ez meg, mindenkinek hogy az egyéni tudja, útja, hogy ez nehéz, és nem lehet rá felkészülni, hogy nehéz, és néha tényleg nagyon szar, és hogy fogadd el, hogy nem vagy tökéletes. És hogy sosem lesz ugyanolyan az életed, mint a gyerek előtt. Nem lehet azt remélni, és azt várni. De azt, hogy viszont ezt pozitívként hozzátenném, hogy az Eszter mondta, hogy olyan fura, amikor az emberek szerelemként hivatkoznak a gyereklikre. Aztán megszületett az Abigail, és mondta, hogy most már érti, mert hogy ez tényleg az. Szóval, hogy... De hogy igen, tehát egy olyan ugye 3 éves, és így azt érzem, hogy ez így annyira konstans és erőteljes érzés, amit csak ezzel a szóval tudsz kifejezni. Úgyhogy szerintem mindenképpen pozitív, még hogyha azért nehéz, akkor is. Igen, tehát hogy ennyire azt hinnéd, amikor mondjuk egy párkapcsolatban vagy, hogy ilyen erős, elsöprő érzést soha nem fogsz érezni, mint ami mondjuk egy párkapcsolat elején elkap. De az, hogy gyereked van, az valami egészen más. Az tényleg feltétel nélküli szerelem. Az tényleg egy szerelem. Ja. Wow. Hát szerintem ez egy nagyon-nagyon gyönyörű zárszó is egyben. Van esetleg még valami, ami bennetek maradt, vagy amit így említenétek? Köszönjük, anya! Köszönjük a támogatást! Hát én is nagyon szépen köszönöm édesanyátoknak, hogy lehetővé tette ezt a beszélgetést. És nektek is nagyon-nagyon szépen köszönöm, lányok. Szerintem ez nagyon-nagyon hasznos volt, és nagyon-nagyon, tehát én is rengeteg új dolgot tanultam, és szerintem nagyon-nagyon hasznos lesz másoknak hallgatni ezt a beszélgetést. És talán pár kérdőjelet egy kicsit eloszlattunk. Köszi, Bálint! Nagyon szépen közi aztán a nagyon szép hétvégét a továbbiakban. Viszont neked is. Sziasztok! Pápá! Állj!